A Nagykanizsai Amatőr Csillagász Egyesület csatlakozott ahhoz a világszerte meghirdetett rendezvénysorozathoz, mely a nagy itáliai tudós Galilei emlékének adózik. A program részeként október 22-e és 24-e között a Föld számos pontján, így hazánkban is, utcai távcsöves bemutatókra hívták az érdeklődőket. Nagykanizsán a rossz időjárás miatt néhány napot csúszott a bemutató időpontja. A helyi egyesület tagjai kedd este települtek ki az Erzsébet térre. A csillagászat népszerűsítését szolgáló programon az érdeklődők a Hold kráteres felszínét, a Jupiter bolygót, illetve Galilei holdjait figyelhették meg. Igaz, kissé felhős volt az idő, ám ez csak némiképp zavarta az égbolt kémlelését. S amíg a térre kilátogatók várták, hogy a felhők közül felbukkanjon a hold, addig az egyesület tagjai szívesen meséltek csillagokról, bolygókról, sőt bemutattak egy különleges eszközt is. Ez egy papír makett, tehát mondjuk ez a Galilei féle teleszkóp, ami ugye 400 éve készült, hát nem papírból, ugye hát különböző réz, meg egyéb festékek, meg stb. Tehát nagyon szép díszes volt az eredeti távcső. Egy Galilei első teleszkópja, amit ugye hát csillagászati célra használtak, és hát ennek a makettját fogom. Tehát ez úgy van, ugyanúgy van megcsinálva, ebből be lehet nézni, és az érdeklődő eldöntheti, hogy a mai kor technikája, tehát a 21. század technikája mennyiben különbözik a 400 évvel ezelőtti technikával, ami most már ez jobb. Tehát az a vicc, hogy ez a 400 éves Galilei távcső minőségben sokkal rosszabb, mint ez a papírból készült, mert már ezeknek a úgymond hitványlencséi is olyan jó minőségűek, hogy abban a korban nem tudtak ilyen pontos csiszolást végezni, és tehát ilyen precíz lencséket, mint ebbe az egyszerű kis makettbe. Aki maga is kezébe szeretné venni, és ki is próbálná Galilei távcsövének makettjét, az péntekenként ellátogathat a kanizsai csillagvizsgálóba, melynek nyitvatartását a napnyugtához igazítja.